Andi vagyok! Itt is lennék a Sims 4 varázsvilág sorozatomnak a következő részével. Ebben a részben mindenféleképpen szeretném azt elérni, hogy már varázslóvá váljon. Ugye ezt úgy tudjuk majd megtenni, hogyha átutazunk a varázsvilágba, tehát a Magic Realmbe, és elméletleg ott beszélni kell majd egy bölcsel, akiket egyébként ugye Sage-nek hívnak. És hát ugye ez azért annyira vicces, mert én az előző részben ezt félrefordítottam, ugye egy másik jelentését néztem a szónak, mégpedig a zsáját, és végig a zsáját kerestem. Na most kiderült, hogy igazából ezek a szégyek emberek, és ugye velük kell beszélni, úgyhogy szerintem akkor menjünk is át, és hagyjuk a zsáját ebben a világban. Egyébként valószínűleg majd szükségünk lesz zsájára is, valamelyik bájtalhoz, de egyelőre még nem tudjuk, hogy melyik bájtal miből készül, úgyhogy ö, majd meglátjuk. Na hát akkor itt is vagyunk a varázsvilágban, és akkor keressük is meg ezeket a bölcseket, hogyha jól tudom, akkor van egy ilyen jelzés a fejük fölött, aha, itt is van kettő, elméletileg három van, és ezzel a csajszival szerintem már találkoztunk az előző részben, ő ugye El Faba, aztán itt van Simeon Silver Sweater, <laughs> hú de hülye neve van, egyébként Simeon nem a GTA 5-ben volt az a csávó, aki lopott autókkal üzletelt? Nem mindegy, mutatkozunk be neki barátságosan. Végül is egészen varázslós név is lehet ez a Simeon. Elméletileg ő Practical magic fog nekünk tanítani, tehát olyan mágiát, ami ugye hasznos lehet nekünk a mindennapokban. És itt a barátságosnál, aha, elérhető egy ilyen opció, hogy kérdezzük meg, hogy hogyan lehet a mágiát használni. Na, hát beszélnél nekem egy kicsit talán a varázslásról? ugyanis nagyon érdekelne Simeon, hogy hogyan lehetek én is varázsló. Feltette nekünk a nagy kérdés, hogy szeretnénk-e ugye varázslók lenni, ugyanis a mágia művészetét megtanulni nehéz, azonban csodálatos. Biztosan készen állok arra, hogy én is egy varázsló legyek? Erre születtem! Na nézzük akkor! Azt mondja, hogy ahhoz, hogy megkapjuk ezt az ajándékot, össze kell gyűjtenünk 7 darab magical módszot. Oké, okay, és igen, adott nekünk egy mód Na nézzük is akkor, hogy ö, ezek micsodák. Aha, gondolom ezeket a gömböket kell összegyűjtögetni. Igen, itt is van collect mód, collect mód. Itt is van egy a hídon, és ebből akkor hetet kellene találnunk. Ú, ott párbajoznak, az milyen jól néz már ki. Ú, egészen itt a távolba is van, úgyhogy ha minden az akkor még több is van, mint hét darab. Igen, jelenleg van nála három. Kicsit úgy össze-vissza szaladgálom úgy a karakterem nem túlzottan logikusan gyűjti össze. <laughs> nem baj, elnézzük neki, valószínűleg én kattingattam így. Egyébként tök jó lenne, hogyha így meg tervezni az utat, hogyha látja, hogy valamelyik tárgyat mondjuk hamarabb elérné, akkor mondjuk előrébb helyezni azt az interakciót. Viszont ott valakivel el akar kezdeni cseverészni, ezt most kérlek hagyd ki Mark, ugyanis most fontosabb dolgunk van, még a végén itt elveszik tőled ezt a látást, aztán nem lesznek meg nekünk ezek a kis XP bogyók. Egyébként ezek tényleg olyanok, mint a Minecraftban is az XP bogyók. Mire jó ez egyébként? Ja, hogy az XP is. Aha, azt mondja, nem tudok többet összegyűjteni, csak hetet. Jó, akkor gondolom ezt meg kell mutatnom. Hol vagy, Simeon? Drága, drága Simeon, esetleg másnak is meg tudom mutatni. Itt van, itt jön le. Na, friendly, és akkor nézzük meg, hogy van-e itt erre lehetőségünk. Törni módsz, oké. Okay. Összegyűjtöttem neked az XP-ket, remélhetőleg ezzel már boldog leszel, és átadod azt a tudást, amit te is tudsz. Vagy legalábbis egy töredékét. Természetesen azért én is szeretnék majd tanulni. Kíváncsi leszek majd, hogy hányféle varázslat van, milyen varázslatok vannak. Vannak-e esetleg gonosz varázslatok? Tök jó pofa lenne, hogyha eldönthetném azt, hogy gonosz vagy jó varázsló szeretnék lenni. És most fog miket átváltoztatni? Wow! Ez amúgy nagyon jól nézett ki. Ez az! Oké, okay, varázslóba váltunk tehát spellcasterok lettünk, és meg is kaptuk ezzel az egyik élet célunkat, 75 pontot is szereztünk ezzel, szóval van egy spellbookom, amit most itt meg tudok nyitni, és ez egy könyv, milyen jól néz ki, kicsit egyébként hasonlít a Elder Scrolls könyvekhez. Na, szóval van Practical Magic, hogyha jól látom, akkor ebből 9 darab, van Mischief Magic, ahol ezzel majd gonoszkodni lehet, van Untamed Magic, illetve Alkímia, és ebből 15 darab is van, tehát 15 darab bájtal tudunk majd elkészíteni. Jó, Practical magic Magicnél, hogyha jól látom, akkor lesz például olyan, amivel ugye meg tudjuk javítani a dolgokat. Úgy, ez milyen jól jönne a százba kihívásba. Ez talán takarítós lesz, nem tudom. Jó, majd úgyis látni fogjuk. Át tudok majd változtatni másokat különböző lényekké. Milyen poén lenne, hogyha nyuszivá tudnék valakit változtatni? Aztán van Anthem Magic, ezek pedig, hogyha jól látom, akkor ilyen természet feletti erők lesznek, tehát például feltok majd gyújtani dolgokat, letok fogyasztani dolgokat, illetve át tudom venni mások agya fölött az uralmat. Wow! Na, hát nem tudom, hogy ezeket mennyire nehéz lesz majd megtanulni, de remélhetőleg majd megnézni nézni az összeset. Egyébként tervem az, hogy ugye az összes varázslatot megtanulja majd a szimem ebben a sorozatban és itt vannak a különböző pósönök. A legtöbb ezek közül majd valamilyen hangulatot fog adni, de lesz olyan, amivel rá tudjuk venni a másikat arra, hogy a barátunk legyen. Jól hangzik, jól hangzik. Hogy néz ki egyébként most itt a a szükséglete? Aha, ez is megváltozott. Milyen jól néz ki ez is? Itt lehet azt látni, hogy mennyire van feltöltődve a varázserőm. Spellcaster Charge. Valószínűleg igen, ez az lesz. Itt pedig Gondolom úgy, mint a vámpírosnál, láthatom azt, hogy ugye hogyan halad előre a varázslás művészetében, és vannak talentpontok, amik perkek. Jó. Akkor hasonlóan működik, mint uh, a vámpíros. Itt viszont tudok keresni varázslatokat. Günther Münk, Hogy került ide? És, és miért van ennyire furcsa kapucnis pólóban? Totál úgy néz ki a csávó, mint hogyha valami főgonosz lenne itt, nem? Mint hogyha valami nagyon gonoszban sántikálna. Még úgy is jár. Hát most kiadtam neki azt, hogy keressen itt tómokat. Nem tudom, hogy fog -e találni bármit is itt a könyves polcoknál. Király lenne egyébként, hogyha ilyen egyszerűen tanulhatnánk meg új dolgokat. Illetve meg kellene azt nézni, hogy most már az üstökben tudok-e esetleg valami újdonságot csinálni, vagy még mindig csak a sajtos makaróni jutott nekem. Itt lent van is egy üst. Ó, tudok kísérletezni. Illetve tudnék készíteni pósonokat, viszont nem tudok jelenleg egyetlen egy receptet sem. És tudnék megint megencsit csinálni, de szerintem az, az elég lesz az, amit már itt megfőztünk az előző részben. Még mindig ott rotyog, azóta sem vette senki egy darabot sem belőle. Nem tudom miért. Talán nem bíznak abban, hogy én jó megencsit készítek elsőre. <laughs> nem olyan nagy ördöngősség azért az. Na mindegy, hát hogyha esetleg valaki megéhezik, akkor már a konyhás néni bármikor szolgálatba áll. De most akkor próbáljunk meg valami varázslatosat kutyulni ebben az üstben. Egyébként baromi jól néz ki. Végre, végre nem a sajtos makaróni készül benne. De tényleg mennyire nézhettek minket bolondnak itt a többi varázsló. Ó, és azzal, hogy most kísérletezünk, már elkezdett itt növekedni ez a csík. Mennyire gyorsan növekszik? Egészen gyorsan. Gondolom ez még csak a legelején lesz így. De mindjárt elérjük akkor ebből a második szintet. Már csak tényleg arra kellene majd rájönni, hogy hogyan tudunk uh, új varázslatokat megtanulni. Megjelent vagyok itt egy okay. ilyen magic. Open spell, practice magic. Gondolom akkor majd ezek. Practice mischief magic, anti magic vagy practical. Aha, szóval itt mind a három fajta varázslást tudom majd uh, tanulni, illetve kipróbálni. És gyanítom, hogy akkor ezeknek is lesz majd külön-külön szintje, és akkor lesznek uh, könnyebb, illetve nehezebb varázslatok. Na, hát nem sikerült sajnos akkor most itt semmit se kikísérleteznünk. Még egyszer azért kiadnám neki ezt a feladatot, hát ha. Illetve majd a hajú hölgyeménnyel is lehet, hogy érdemes lenne megismerkednünk. Ő egyébként uh, Miss Chief magic tanít. Tehát ő lesz az, aki az ilyen átverős varázslatokra fog minket megtanítani. Igazán kedves. Ki nem találtam volna egyébként, hogy ő ezért felelős. Még esetleg ilyen szerelmi bájtalok főzésére gondolhattam volna. Szeretném egyébként azt, hogy ha ebben a részben legalább megtanulnánk egy bájtalt és egy varázslatot, remélhetőleg erre majd lesz lehetőségünk. Kicsit olyan fancsoli képet vág már. Ez annyira azért nem nyugtat meg. Wow, ők meg közben itt harcolnak egymással. <laughs> Oké, okay, és srácok, szóljatok, nem szeretnék megzavarni itt senkit. Lehet, hogy egyébként jobb is, hogyha fölmegyek. Nem szeretném, hogyha esetleg engem találnának el véletlenül. Valószínűleg azért az annyira nem lenne kellemes. Keressünk még tomokat. Hát, ha találunk. Talált egy orb of the Wild Ez micsoda? Ez egy familiar? Bind familiar. Wow! Ez egy void critter. Mi legyen a neve? Milyen királyul néz ki? Ha ez így fog kinézni, akkor, akkor lehet, hogy nem is a cica lesz a familiarünk. Mm. Legyen csonti a szem, majd meglátjuk, hogy hogy néz ki. Erre kíváncsi vagyok. Magicnél, akkor familiar, summon familiar. Igen, nézzük csak meg. Csonti. Hát ez nagyon királyul néz ki. Mit tudok vele csinálni? Dismiss familiar meg Rinim. Igazából átnevezni tudom meg elküldeni. Hogyha jól tudom, akkor a cicát is meg lehet adni, és mivel ilyen választhatós lehetőség volt ott, lehetséges, hogy akkor egyszerre több ilyen familiar is lehet. Úgyhogy akkor ezt majd megnézzük, viszont akkor most hazautazok, és akkor megnézzük, hogy mi van közben Blackivel, mert hogy őt szegényt otthon hagytuk. Viszont, hogyha a Familiar-é rakjuk, akkor szerintem bármikor meg tudjuk majd őt is idézni. Úgyhogy uh, próbáljuk csak ki. Igazából erről csak olvastam. Aha, Bind Pet, ez Familiar. Na hát akkor ő is. Most már a kis követőm lesz. És... Wow! Oké, okay, elméletileg most nőtt a varázsló szintünk. Az erő sokkal gyorsabban nő, mint ahogy én azt gondoltam. Szép munka. Köszönöm az elismerést, csonti! Nem gondoltam volna, hogy te tudsz beszélni is. Várjunk akkor, Black is, hozzám tud szólni. Ő lesz Szabrinának a macskája. <laughs> nem emlékszem már, mi volt annak a cicának a nevede. Menő volt. Mm. Jó, viszont megtaníthatnánk neki azt, hogy azért nem állszom föl mindenhová. Ezt amúgy nem is gondoltam volna, azt hittem, hogy csak ilyen uh, igazi állatkák lesznek, mint mondjuk a bagoly, meg a, <laughs> meg a sárkány. <laughs> igazi állatkák. Szóval, hogy ilyen varázsállatok. De hogy ilyen void critterek is lehetnek, familiarok? -ok? Tök király. Akkor nézzük meg, hogy milyen perkeket tudunk ezzel feloldani, mert most már elmeteg neofitok vagyunk, és van egy talent pontunk, vagy hát ugye egy perk pontunk. Van egy ilyen, hogy knowledge is magic, tehát a tudás mágia. A sim sokkal gyorsabban tud majd a számítógépen utána keresni dolgoknak. Ezekkel az interakciókkal pedig sokkal többet tudunk majd kísérletezni. Aztán van egy ilyen, hogy Blender Arm, ezzel gyorsabban tudjuk majd ugye a potionokat, tehát a bájtalokat. Van egy ilyen, hogy Discharge, arra lesz jó, hogyha harcolni szeretnénk más szimek ellen gondolom a varázs tudjuk leszedni, vagy a miénket tudjuk maximumra feltölteni, hogy egy gyorsabban tudjunk lépni egy csatában. Aztán van egy ilyen, hogy Incredible Forager, több alapanyagot tudunk gyűjteni, és van egy olyan, hogy Experimental, ez pedig arra lesz jó, hogyha gyakorlunk, akkor gyorsabban kapunk tapasztalatpontot, és kevesebb szer fogjuk elrontani a különböző gyakorlásokat. Szerintem egyébként ez lenne talán a leghasznosabb, Úgyhogy akkor én ezt adom ki neki és mivel nincsen munkája, kicsit többet kellene majd foglalkoznunk azzal is, hogy ugye legyenek növényeink. Én arra gondoltam, hogy ugye már majd kertészkedésből fog élni, illetve esetleg majd később, hogyha lehet, mondjuk bájtaloknak az árusításával. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, de szerintem tök király lenne. Felhúzhatnánk egy kis standot is akár itt a háza előtt, és akkor árulhatnánk különböző bájtalokat az embereknek. Meglátjuk, hogy erre van-e igény, illetve hogy van -e erre lehetőség. Szerintem abból egy egészen egyedi és jópofa dolgot össze Tudnánk hozni. Ahhoz, hogy ugye mindenféle növényt tudjunk majd termeszteni, mindenféleképpen kellene majd építenünk egy üvegházat ugyanis ugye az évszakok kiegészítővel nagyon sok növénynél megvan adva az, hogy melyik évszakban teremnek, és az üvegházzal ugye ezt uh, ki lehet játszani, ezt a rendszert úgymond, ugye hogyha a növények bent vannak a házban, akkor évszaktól függetlenül mindig termést fognak hozni, és gondolom a bájtalakhoz majd kellenek nekünk különböző termények is, viszont azt nézem, hogy nincs itt az üstünk, úgyhogy uh, gyorsan akkor azt meg kellene venni, van ez a nagyon drága, de szerintem nekünk egyenlőre jó lesz az olcsóbb is, ugye a 800 szimoleonos. Na, melyik színűt vegyük meg? Hát lehetne akár ez a kicsit világosabb, kicsit rozsdás, de nem baj. Jó lesz ez nekünk, és akkor kicsit kísérletezhetnénk akár itt is. Remélem így felfedez majd egy újabb receptet. És most egészen sokáig kutyulta, és kaptunk egy olyat, hogy Potion of Good Fortune. Jó szerencsét kapunk, hogyha megisszuk ezt a potit. És megint hozzánk szólt ez a kis figura. Ezt azért megnézhetnénk. Mit lehet tudni erről a pósonról? Hogyan lehet ezt elkészíteni? Do you feel lucky? Rosszul érzi magát azért, mert megitta ezt a potit. Öt vagy hatalma volt benne. Lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha nem kockáztatnánk inkább most semmit. Rosszul sült el ez a póson és valerián Rút kell majd egyébként ehhez. Ez egy eléggé bonyolult bájtalakor Remélem azért hogy nem mindegyikhez kell több összetevő. Örülnék, hogyha valamelyikhez mondjuk csak citrom kellene. Még meg kellene tanulnunk egy varázslatot is. Nincs is szüksége varázspálcára? Csak úgy a kezéből szórja a konfettit? Milyen király. Hát egyelőre nem nagyon tanultunk meg új varázslatot. Viszont jó lenne, hogyha kiürítenénk ezt a macska -almat. És ez a kis figura végig velem fog jönni. Lehet, hogy akkor most őt elküldöm, és akkor idehívom a cicát. Nézzük meg, hogy a cicával mit lehet csinálni. Hogy ő is csak követ minket, vagy esetleg uh, tud-e valami extrábbat. El tudom őt küldeni, hogy keressen nekem dolgokat. Hát kíváncsi vagyok, hogy tud-e nekem varázs dolgokat is találni, vagy ez ugyanaz, ami ugye elérhető a Ketszendoks kiegészítőben, hogy mondjuk hazahoz nekem három darab tollat. Hozott valamit? Hello, Cicus, mit hoztál nekem, Muti? Remélem valami királyságot. Hát mondjuk bicikli biztos nem lesz benne, amekkor ez a csomag. Ez egy seprű. <laughs> Mi? Hogy fért vele abba a kis dobozba egy teljes seprű? Hogy? Hát köszönöm, Cica. Erre amúgy szükségem volt. Már most hasznosabbnak el, mint az a másik family-őr. De nem akarom egyébként azt se leszólni, mert azért azt talán egy kicsit különlegesebben néz ki. És jól lenne még megtanulni legalább egy varázslatot. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy ha jobban lesz egy kicsit Márk, akkor visszamehetnénk oda a varázsvilágba, és akkor keresgélhetnénk még könyveket, vagy esetleg megkérhetnénk egy varázslót, hogy tanítson meg nekünk valamit. Gondolom erre is lesz lehetőségünk. Itt kellene akkor beszélnem egy bölcsel. Hát szerintem maradjunk Simeonnál kicsit barátkozzunk vele, valószínűleg nem fogja csak úgy megosztani velünk a tudását, osszunk meg vele mondjuk brilliáns ötleteket. Hát, ha azt tetszeni fog neki. Milyen kapcsolatban vagyunk amúgy vele? Mondjuk lehetséges, hogy nem lesz velünk egyből olyan barátságos. Hát Blackivel vagyok kb. egyedül jóban. Vannak, akikkel már nagyon összeveztem, ugyanis kétszer is elküldtem őket, amikor üdvözölni akartak, meg beköltöztem. Keressünk további könyveket, hát ha most találunk valamit. Aztán lehet, hogy megint csak egy familiart fogunk találni. Egyébként az is király volt. Nem panaszkodni akarok, csak jó lenne, hogyha most már tudnánk valamit varázsolni is. És találtunk még egy ugyanilyen familiart. Mondjuk 777-be kerül. Hát ezt eladjuk. Mi jó lesz az üvegháznak? Én azt mondom. Kifejezetten szükségem is van most a pénzre. Próbálkozunk tovább a Practical Magic-kel. Hát, ha ez majd tetszeni fog a főnöknek. A bölcsnek. Na. Mutasd meg, Márk mit tudsz? Mutasd meg! Te leszel itt egyszer a legjobb. Hidd el! Ah, meg megunta vagy csak egyszerűen elfáradt. Valószínűleg csak elfáradt, vagy elfogyott a varázs ereje. Nézzük csak meg! Most olyan, mintha megint nulla varázs ereje lenne. Gondolom, ha sokat varázsol, akkor ez úgy fog feltöltődni. Nem tudom, hogy az jó-e, hogyha tele van az a gömb, vagy az a jó, hogyha üres teljesen. Most is sikerült semmilyen varázslatot megtanulnia. Azért örülnék neki, hogyha egy legalább összejönne. Lehet, hogy nem így kell varázslatokat tanulni. De hát csak így kell. Nézzük meg a Mississipet, hát ha. Hát ha azokat könnyebb megtanulni, amikor másokkal tudunk kiszúrni. Hát végül is meg lehet próbálni. Ó, oh, oké, okay, megtanult valamit. Repai jó. Gondolom ezzel megjavítani tudjuk a dolgokat. Király, ezt mondjuk a széken tudom használni? Vagy csak olyan dolgokon, majd amik ugye elromlottak, tönkrementek? Na jó, ezt majd mindenféleképpen megnézzük. És, ó, uh, Spellcaster Ecolit lett, és kaptunk még kettő perket. Na nézzük meg, hogy akkor mit tudunk feloldani. Oké, okay, mindegyik egy perk pontba kerül, szóval most kettőt is fel tudnék oldani, és ahogy látom, itt nincs olyan, hogy kötelezően ki kell válaszolnom egy rosszat is. Van egy ilyen, hogy Spellcaster Socialite. Ez arra lesz jó, hogy más varázslókkal felold ilyen mágikus szociális interakciókat, és ezért cserébe kapunk uh, tapasztalatpontot sokkal gyorsabban tudunk majd kísérletezni, utána nézni dolgoknak, illetve elolvasni a könyveket. Első körben akkor a Knowledge is mennék, ezzel pedig ugye látni fogjuk a magic módokat, amiket fel tudunk használni XP-nek. Illetve motiv boostot is kaphatunk. Jó, hát nézzük meg. Most az a kérdés, hogy ezek az orbok azért vannak még itt, mert ugye a játék legelején megkaptam ezt a látást egy kis időre, és ez a kis idő még mindig tart. Vagy azért, mert így folyamatosan látni fogom ezeket a gömböket. Mert csak a familiárok vannak, meg a, meg a mágia gyakorlások. Jó, hát gyűjtsünk össze egyet, és akkor megnézzük, hogy mit lehet vele csinálni. Remetőleg nem fog elaludni a szimem. Oké, okay, és... Ezt magamba tudom szívni. Megeszi! Hommu! <laughs> Finom! Szóval ezzel akkor növekszik ez a szintem? Aha, bekajálja, és igen, egy kicsit növekedett, nem sokkal, egy kicsivel. Jó, hát igazából ez is hasznos tud majd lenni, viszont szerintem akkor most itt lenne vége ennek a résztek. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, a következő részben akkor tovább haladunk már mágiájával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!